God's dwelling place. A unique teaching video which recreates the tabernacle from God's precise instructions to Moses in Exodus, detailing the exquisite workmanship that foreshadows the life of Jesus. Join Benny Hinn in this unprecedented opportunity to view the place where God's presence and anointing dwelt among his chosen people, the children of Israel. Uram, Jézus nevében azért imádkozom, hogy ugyanaz a kenet és ugyanaz a tűz, mint amelyet Mózes megtapasztalt, hogy hosszú idővel ezelőtt, leszálljon most, és megérintsen mindenkit, aki ezt a dicsőséges videót nézi Jézus nevében. Csodálatos erről beszélni. Ez év ezredekkel ezelőtt volt, amikor Isten megparancsolta Mózesnek, építs nekem sátrat, hogy abban lakozzam. És Isten dicsősége leszállt, ahogy az igében áll, és Izraelt felhő vezette nappal, éjjel pedig tűz. Ma végigmegyünk az egész sátoron, és ezért az egész sátornak elkészítettük a makettjét. Milyen csodálatos lehetett ott lenni és látni azt a dicsőséget. De ma ugyanazt a dicsőséget, mint amelyet Mózes látott, te is meg fogod tapasztalni. Ó, milyen dicsőséges dolog, amit Isten tenni fog az életedben. Gyerünk, fogd a Bibliádat, és vágjunk neki ennek az izgalmas utazásnak a sátoron át. A 2 Mózes 25-tel kezdjük, gyerünk, nyisd ki a Bibliádat rajta. Első versszak. És szól az Úr Mózeshez mondván: szólj az Izrael fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat. Minden embertől, akit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat. Az Úr itt elmondja Mózesnek, hogy milyen anyagokból kell elkészíteni a sátrat, és mindaz, amit Isten megnevezít, a mennyei valóságok árnyéka. A zsidókhoz írt levél 8:5 szerint: akik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked. Tehát világos számunkra, hogy az ánképeket fogjuk most látni, mert az Ószövetség az árnyékot mutatja be, az Új Szövetség pedig a lényeget. Izrael fiai az ánképek szerint jártak, mi viszont a dolgok belső lényege szerint. És azért imádkozom, hogy a Szent Szellem óriási kijelentést adjon neked, amint ezt a dicsőséges témát tanulmányozzuk. 3. vers. Ez pedig az az ajándék, amit tőlük szedjetek. Arany, az istenség szimbóluma. És ezüst, a megváltás szimbóluma. És réz, a szenvedés szimbóluma. Figyeld meg, amint felsorolom mindezeket a dolgokat, amelyeknek összegyűjtését Isten megparancsolta Mózesnek, ezek mind-mind az Úr Jézus Krisztushoz kapcsolódnak. A Biblia egyetlen szemét jelent ki, Jézust, az Isten fiát, Mózes első könyvétől a jelenésekig. Az arany azt jelképezi, hogy ő Isten, az ezüst azt, hogy ő megváltó, a réz azt, hogy ő eljött és szenvedett. A kék szín azt, hogy Jézus az Isten fia. A bíbor azt, hogy Jézus a király. A skarlátpiros azt, hogy Jézus a megváltó. A fehér vászon azt, hogy Jézus a tökéletes ember. Ez a 4 szín a 4 evangéliumnak felel meg. Ahogy 4 evangélium van, ugyanúgy Isten azt parancsolta Mózesnek, hogy 4 színből állítsa össze a sátrat. Az egész sátor megint csak magát az Úr Jézust jelenti ki. A kék szín azt jelenti, hogy Jézus Isten fia. Hol olvassuk ezt? János evangéliumában. A bíbor jelentése: Jézus a király. Máté jelenti ki őt így. A skarlátvörös azt jelenti, hogy Jézus a megváltó. Hol áll ez? Lukács evangéliumában. És a vászon fehér: Jézus a tökéletes ember. Márk evangéliumában. 4 szín, 4 kijelentés arról, hogy kicsoda Isten fia. Az Ószövetségben elejétől végig azt látjuk,
hogy ahol ezzel a négy színnel találkozunk, az Isten fiáról való négy kijelentéssel állunk szemben. Máténál ő a király, ez a bíbor. Márknál ő az ember, a tökéletes ember, ez a vászonfehér. Lukácsnál ő a megváltó, ez a skarlátvörös. Jánosnál ő az Isten fia, ez a kék. Ugye milyen izgalmas? Azután Isten folytatja a felsorolást, kecskeszőr. Hamarosan mindezeket a csodálatos dolgokat megmutatom nektek a Bibliában. És vörösre festett kosbőr. A kos királyi állat. A királyt jelképezi, akit a kiontott vére vörösre festett. És borzbőr. A borzbor olyan valamit jelképez, ami hiány van a szépségnek. Ézsaiás azt mondja, hogy amikor Jézus a kereszten függött, semmi szépséget nem láttunk benne. És sittimfa, ez a hústestet jelképezi. A világon ez az egyetlen fafajta, amely nem korhad el, nem megy tönkre. Ez azt jelképezi, hogy Jézusnak tökéletes teste volt, romolhatatlan teste. Az ige kijelenti róla, hogy a teste nem lát rothadást. Bár Jézus meghalt, de fel is támadott, és a teste nem oszlott szét. Így folytatja, világításhoz való olaj, ez a kenet. Jézus a felkent. Fűszerek a kenet olajhoz, és édes illatáldozathoz. Ez az imádásról szól. Fantasztikus, hogy minden anyag, amit Isten Mózesnek megnevez, Jézus hivatalairól szól. Na, most egy csodálatos dolog jön, 7. vers. Isten most olyan anyagokról kezd beszélni, amelyek az egyházzal kapcsolatos szimbólumok. Ónix kövek és foglalni való kövek az efódhoz és a hósenhez, a melltáblához. Az arany, ezüst, réz és olyan dolgok után, amelyek mind Jézust jelképezik, és azt, amit ő a földön tett, most az élő kövekre kerül a sor, az egyházra, ahol most Jézus van. Az egyház Jézus teste, amely a földön él. Aztán azt mondja, hogy a köveket be kell helyezni az effódba, 8. vers. És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Isten megparancsolja Mózesnek, hozd el nekem mindezeket az anyagokat, és építs nekem szentét belőlük. Mindezek ismét csak a jövőbeli dolgok árnyékai. Az Urat szimbolizálják, és azt, aki ő. És most az Úr megparancsolja, építs nekem hajlékot. Most kezdjük el tanulmányozni ezt a dicsőséges témát, a Szent Sátrat. Isten megparancsolta Mózesnek, hogy építsen hajlékot, hogy te és én megtanulhassuk, hogyan kell belépni a mindenható Istennek a jelenlétébe. Most a sátoron kívül állunk. Ez itt a kapu. Már most, amikor Isten részletezte Mózesnek, hogy miként kell felépíteni a sátrat, belülről kifelé haladt. Mert Isten mindig ezt teszi. A te életedben is belül kezdi el a munkáját, először a szívedet rakja helyre, és azután folytatja a munkáját kifelé haladva. Mi viszont, hogy jobban megértsük a sátrat, kívülről fogunk befelé haladni. A kaputól indulunk el. Ez itt a kapu. Ahogyan Isten elrendelte Mózesnek. Látjátok a négy színt? Mindegyik az Úr Jézust szimbolizálja. Hadd tegyem hozzá, ezt a kaput útnak is hívták. Eszedbe juttat ez valamit? Hát persze, Jézus mondta magáról, hogy ő az út. És amikor az Úr azt mondta, hogy ő az út, a zsidók azonnal megértették, mit akar mondani. Ő az út a sátorba. Ő az út a mindenható Isten jelenlétébe. És ezen a kapun újra ott látjuk azt a négy színt. A kéket, Jézust az Isten fiát. Látjuk a bíbort, Jézust a királyt. Látjuk a skarlátvöröst, Jézust a megváltót. És látjuk a fehéret, Jézust a tökéletes embert. Ismétlem, ez a négy szín a négy evangéliumot képviseli, amelyek Jézust jelentik ki a számunkra.
Amikor Mózes a sátor felé fordult, a legelső, amit maga előtt látott, az élő Isten fia volt. Amikor elkezded olvasni az új szövetséget, kivel találkozol először? Jézussal, az élő Isten fiával. Ő az út, ő a kapu, ő az út Isten fenséges jelenlétébe. Az Úr gyakran mondta, én vagyok az igazság, én vagyok a világosság. Amikor később belépünk, látni fogod, hogy a szent hely ajtaja, amelyet igazságnak is neveztek, megnyitotta az utat a szent hely felé, ahol az igazság kijelentetett a sátor berendezési tárgyain keresztül. És később látni fogjuk, hogy a dicsőség helyét eltakaró kárpitot pedig életnek is nevezték. A kaput így hívták, az út. A szent helyre nyíló ajtót pedig így, az igazság. A szentek szentjét elválasztó kárpitot pedig így nevezték, az élet. Jézus, ő a kapu, az út, ő az ajtó, az igazság, ő a kárpit, az élet. Csodálatos, hogy ha a kapura nézel, valami nagyon fontosat láthatsz. Elég magas ahhoz, hogy ne kukucskálhass át a teteje fölött. Csak akkor láthatod meg Jézus dicsőségét és szépségét, ha átmész a kapun. Kívülről csak annyit láthatsz, hogy ő kicsoda, és a hivatalait. Most valami abszolút dicsőséges dolgot akarok mutatni nektek, egy olyan árnyékot, amely valami csodálatosat takar. Az oszlopot itt. Isten azt mondta Mózesnek, hogy hozzon sittimfát. Emlékeztek? Korábban már említettem, hogy a sittimfa a romolhatatlan testet jelképezi. A fa az emberi testet. Az pedig, hogy ez sittimfa volt, a romolhatatlanságot. A sittimfa az egyetlen fafélesség, amely nem korhad el, és csak a keleti sivatagokban, az arab sivatagokban található meg. Az élő Isten fiának a testét jelképezi, amely nem látott rothadást. Aztán Isten azt mondta, hogy az oszlopok tetejére ezüst fedelet kell tenni. Az ezüst a megváltást jelképezi. A talapzatnak pedig részből kell készülnie. A rész a szenvedést jelképezi. És itt van azután egy kecskeszőrből készült kötél, amely lerögzíti az oszlopot a földhöz. A kecskeszőr mit jelképez? Figyelj! A bűnt! A 3 Mózes 9.3-ban Isten bűn áldozatra rendelte a kecskét. Azt rendelte Mózesnek, azt akarom, hogy az oszlop tetejéhez erősíts oda egy kecskeszőrből készült kötelet, alul pedig erősítsd oda egy részt szöveghez, egy szöghöz, amelyet csak félig vertek be a földbe. Hadd mutassam meg az evangéliumban az oszlopot, a fedelét, a talapzatot, a kötelet és a szeget. Ó, ez dicsőséges. Ezek árnyképek voltak, az eljövendő dolgokat jelképezték. Nekünk pedig már maga a lényeg van a birtokunkban. Most megmutatom az evangéliumban az oszlopot, a fedelét, a talapzatot, a kötelet és a szeget. Az oszlop megint csak Jézus, a tökéletes ember. Az oszlop romolhatatlan fából készült, ami az ő romolhatatlan testéről beszél, aki a megváltó, ezüst, aki szenvedett értem, réz, kecskeszőr, kötél, ő bűnné lett értem, 3 Mózes 9.3, aki szenvedett és meghalt értem, ez a részszeg, aki eltemettetett, de a szeg csak félig volt beverve a földbe. A másik fele kín volt. Miért? Mert ő feltámadott győzelmesen. Valaki mondja már, hogy halleluja! Itt van Jézus, a tökéletes ember, ez a sittimfa, aki az én megváltóm, aki bűnné lett értem, szenvedett és meghalt értem, aki eltemettetett, de feltámadott a halálból. Képzeljétek el, Izrael fiai számára ott állt az egész evangélium egy oszlopban, egy kötélben és egy szegben, és képtelenek voltak megérteni. Miért? Mert nekik csak az árnyék volt a birtokukban, és nem értették meg az árnyékok jelentését. De most már megkaptuk magát a lényeget, aminek ők még csak az árnyékát birtokolták. Gondolkozz csak, ha Isten dicsősége rajta volt ezeken az árnyképeken, mennyivel inkább rajta van magán a lényegen? Ha a dicsőség felhője betakarta az árnyékot,
ánképet, mennyivel inkább betakarjam azokat, akik már a lényeg birtokában vannak. Ha a tűz beborította az árnyékot, mennyivel inkább rajtunk van Isten tüze, mert mi a lényeget hordozzuk. Ez dicsőséges. Mint láttuk, a 2 Mózes 25.8-ban Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Ez csak az árnyéka volt az igazi szentének. Ki az igazi szenté? Te és én, amikor Jézus eljött, és testet alkotott magának, és most a szívünkben lakik. Ő az, aki bennünk él. A Mózes sátra olyan szenté volt, amely Jézus Krisztus testének szentélyét jelképezte. Annak az árnyéka volt, az oszlop, a fedél, a talapzat, a kötél, a szeg. Benne van az egész evangélium, és nem értették. De amikor Jézus eljött, ő megnyitotta a szemünket, és megláttuk őt, mint az élő Isten fiát, és ő bennünket, mint az ő szentélyét betöltött a felhővel, Szent Szellemmel és a tűznek erejével. Ez történt pünkösd napján. A Biblia azt mondja, hogy Isten jelenléte megtöltötte azt a helyet tűznyelvekkel, melyek leszálltak az apostolokra, és ők beteltek Szent Szellemmel és erővel. Ne felejtsétek el! A felhő Isten jelenlétét jelenti, a tűz pedig Isten erejét. Ha a tűz, ami az erő és a felhő, ami a jelenlét, megnyugodott az árnyképen, azt a dicsőséget szimbolizálva, amely minden hívőre eljön, mennyivel inkább meg kell nyugodnia most, rajtad és rajtam. Most kerüljünk beljebb, hogy még nagyobb mértékben megtapasztaljuk ugyanazt a dicsőséget. Menjünk! Hát nem dicsőséges? Az első dolog, amit itt bent látunk, az áldozati oltár. Amikor a papok bementek a kapun, legelőször ezt az áldozati oltárt pillantották meg, és amikor körülnéztek, a kerítést látták a 60 oszloppal, amelyeknek az elkészítését ugyancsak Isten rendelt el Mózesnek. Most valami nagyon fontosat fogok mondani. Az élő Isten igéjében nincsenek jelentés nélküli részek. Amit Isten adott, minden mögött van valami ok, és mindaz, amit Isten mondott, életbevágóan fontos. Ő azt mondta Mózesnek, hogy 60 oszlopot akar. Miért 60-at? Mert a 6-os az ember száma a Bibliában. A 10-es szám pedig a felelősséget jelképezi. Ez azt jelenti, hogy Jézus, az Isten fia, emberré lett, magára vállalta a felelősségünket azokon a területeken, ahol mi kudarcot vallottunk. Magára vette az Isten iránti elkötelezettségünket, és azt mondta, az ember elbukott, az ember nem tudta végigcsinálni, de ő fogta, és a helyünkre lépett, és magára vette a bűneinket és az erőtlenségünket. Ezt jelenti ki a 60 oszlop. Jézust, az embert, aki eljött, és felvállalta a felelősségünket. Azt gondolom, ez dicsőséges. De most az áldozati oltárnál vagyunk. Itt kezdődött minden, amikor a papok beléptek a kapun. Most megmutatom az élő Isten igéjéből, hogy ez az oltár miről szól. Jézus betöltötte a mi felelősségünket, de most mindnyájan itt állunk az áldozati oltárnál. Az első tárgynál, amelyet a pap meglátott, miután belépett a kapu. Emlékezzünk vissza, a kapu Jézus árnyképe volt, aki az igazság. Tehát miután találkoztunk Jézussal, mint megváltunkkal, és bementünk a kapun, először is az oltárt pillantjuk meg. A papok itt ezt látták meg, amikor beléptek. De mi történt itt az oltárnál? Itt állatokat áldoztak fel. Itt történt a vér kiontása. Közvetlenül azután, hogy találkoztál Jézussal, a megváltóval, ő az út, a kapu, a Szent Szellem a vér erejét jelenti ki. És nem tapasztalhatod meg Isten jelenlétét, nem léphetsz be a szentek szentjébe, ha előbb nem tapasztalod és érted meg a vér erejét.
Az Efézus 1:7 szerint a vér bűnbocsánatot szerzett számunkra. Az 1 János 1:7 azt állítja, hogy a vér minden nap megtisztít bennünket. A Róma 5:9-ben az áll, hogy a vér megigazít bennünket. Tehát először is, a vérben bűnbocsánatunk van. Másodszor, a vér által megtisztulunk. Harmadszor, a vér megigazít bennünket. Most valami dicsőséges dolog következik. A bűnbocsánat mindig a múltunkhoz kapcsolódik, a megtisztulásunk most történik, a jelenben. A megigazulás viszont a jövővel kapcsolatos. Más szóval, Jézus Krisztus vérében Isten gondot viselt a múltunkról, a jelenünkről és a jövőnkről. Dicsőség az Úrnak! Az Efézus 1:7 szerint a vér megbocsátást hozott a számunkra. Mire hozott megbocsátást? A múltban elkövetett bűnökre és gonoszságokra. Ám az 1 János 1:7 azt mondja, hogy ha mi világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, akkor Jézus vére megtisztít minket, most, a jelenben tisztít meg minden bűntől. A megtisztulás, mint mondtam, a jelenben történik, amikor éppen kudarcot vallottunk, a hiányosságaink, gyenge pontjaink miatt. Például valakivel beszélsz, és nem úgy sikerül, mert bejön valami gyengeség, de az Úrhoz fordulsz. Uram, sajnálom, hogy így történt. Akkor ő azonnal megtisztít téged, abban a pillanatban, ahogy megtörtént. De a vér meg is igazít. A Róma 5:9 szerint, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Ez a jövőre vonatkozik. Rendben, de nem ad ez engedélyt valakinek a bűn elkövetésére? Az embereknek nincs szükségük engedélyre a bűnök elkövetéséhez. De tudod, ha engedelmességben jársz, ha ő érte élsz, ha szereted és szolgálod őt, ha a gyermeke vagy, ha valóban újjászülettél, akkor nem fogsz holnap bűnöket elkövetni ellene. Ez lehetetlen, hogy szándékosan vétkezz ellene, ha egyszer újjászülettél. Lehetetlen, hogy bűnöket tervezgess magadban. Holnap elmegyek, és ezt fogom tenni. Azért mondunk csődöt, mert erőtlenek vagyunk, de nem szándékosan csináljuk ezt. Egyszerűen megesik. Ezért fontos, hogy a vér megtisztítson bennünket. De látjátok, Istennek gondja van a jövőnkre. Az ő kegyelme által megigazultunk. Ó, milyen csodálatos is. De az áldozati oltár nem csak a vért és a vér erejét jelenti ki a számunkra, hanem egyúttal ez a halálnak a helye is. Nem tapasztalhatod meg Isten erejét, amíg előbb nem tapasztalod meg a halált. Azt, hogy meghallj a testnek, meghallj önmagad számára. A Biblia kijelenti, hogy meg kell feszítenünk a testet. Ez valóságos. A halálnak be kell következnie. Az első dolog, amit a papok megláttak, amikor beléptek a pitvarba, a halál helye volt. Az első dolog, amit te és én megtapasztalunk, miután újjászülettünk, az, hogy a halálnak a helyére jutunk. Jézus azt mondta, ha valaki követni akar engem, vegye fel a keresztjét. A halál, a kereszt a halált jelképezi. Az emberek azt kérdezik tőlem, hogy jött a kenet az életedre? Mikor történt? Mindig ugyanazt válaszolom, amikor meghaltam. De hát hogyan haltál meg? Éveken át arról hallottam Catherine Kuhlmant beszélni, hogy ő hogyan halt meg, és hogy 1000 halált kell halnia valahányszor a pódiumra lép, hogy azokon a dicsőséges, csoda Isten tiszteleteken szolgáljon. És én ezért imádkoztam, ó Uram, hadd halljak meg, hadd halljak meg, hadd halljak meg. És nem tudtam, hogyan halhatok meg. Hadd mutassam meg neked, hogyan. Lapozzunk a 63. Zsoltárhoz. Azt akarom, hogy megértsétek ezt, annyira dicsőséges. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. Hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet. Dávid éhezett Isten ereje és jelenléte után. De tudjátok, előbb valaminek meg kellett történnie. Meg kellett történnie. De mi volt az? Azt mondja, téged sóvárok testem. Először sóvárogni kell Isten jelenléte után.
Ha most a 42. Zsoltárhoz lapoztok velem, nézzük meg, mit mond itt a Biblia. Második vers. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. A szarvasról szól ez, amikor egy másik állat üldözi. A szarvas vizet keres. Nem annyira azért, hogy ihasson belőle, hanem hogy elmerüljön benne. Alámerüljön benne. Miért? Mert a szarvas tudja, hogy van szaga, amely arra készteti azokat az állatokat, hogy üldözzék. De azt is tudja, hogy ha vizet talál és beleugrik, akkor elveszti azt a szagot, és egy vadállat se tudja utána követni. Téged és engem is üldöz az ellenség. És mit kell tennünk? Mire van szükségünk? A Szent Szellem vizére, hogy beleugorhassunk a mindenható Isten jelenlétébe, ahol az ördög nem érhet el, és egyetlen démon se kerülhet közel hozzá. De hogyan jutunk el ide? Hogyan kezdődik el a meghalás folyamata? Úgy, hogy a test sóvárogni kezd Isten jelenléte után, hogy beleugorhasson az ő jelenlétébe, abba a vízbe, ahol senki sem árthat neked. Beszéljünk most az imáról, mert itt kezdődik az, ahogyan meghalhatunk. Évekkel ezelőtt azt mondtam Istennek, ó Uram, ölj meg, ó Uram, segíts meghalni. Tudtam, miről van szó. Végül a Szent Szellem kezdte megmutatni, hogyan lehetséges ez. Ó, milyen boldog voltam, amikor végre kezdte feltárni előttem, hogy miként halhatok meg. Amikor te és én imádkozni kezdünk. Hogyan látunk hozzá? Térdre esve, állva vagy ülve? Isten nem határozza meg, hogy milyen testtartásban imádkozzunk. Nem a testhelyzet számít, hanem őt a szívünk állapota érdekli. És amikor elkezdesz imádkozni, mit tapasztalsz először? Küzdelmet. Hirtelen egy harc kellős közepén találjuk magunkat, ami a test és a szellem között zajlik, amikor imádkozni kezdünk. Ó, a dicsőség nem azonnal jön, sohasem így történik. Az elpuhítana bennünket. Először félre kell tenni a testet, először a testnek meg kell halnia, és itt az áldozati oltárnál találjuk a halál és a vérontás ányképét. Tehát meg kell halnunk ezen a helyen, és amikor elkezdünk imádkozni, a test elkezd meghalni. És hogyan kezdjük el? Erőtlenségben. Gyengességben. Az elménk azt sugallja, hogy inkább menjünk és együnk meg egy pizzát. Vagy előfordul, hogy elalszol ilyenkor, mert a test harcba száll ellened. De figyelj most rám! Minél tovább kitartasz a térdeden, még ha önmagadat ismételgeted is, értsd meg, minél tovább kitartasz, annál inkább elhal a testi természeted. Megfeszíted a testet, és aztán egyszer csak eljön a pillanat az imádkozás közben, amikor eljutsz az áttörésre, amikor szárnyakat kapsz, és amikor így felszabadulsz, akkor és csak akkor leszel tudatában annak, hogy a testet megfeszítetted. Amíg a küzdelem tart, addig a test még él. De amikor már nincs többé, amikor a test megadta magát, amikor már nem akarsz más csinálni, és nem is alszol el, akkor a test már meghalt. De amíg a harc tart, addig még él. Tarts ki az imában, és el fog halni, és alávetettségbe kerül. És minél tovább megmaradsz ebben, annál elevenebb lesz a szellemed, és annál tovább a halálban marad a test. Azt mondod, honnan tudom, hogy már meghaltam? Nagyon egyszerű. Amikor a bűntudatod eltűnt. Látjátok, sokszor így kezdünk imádkozni. Ó, Uram, bocsáss meg! Ó, Uram, segíts! Ó, Uram, tedd meg ezt! Ó, Uram, tedd meg azt! De ha koldulsz, nem vagy vele kapcsolatban. Elkezdesz koldulni, és olyan bűnösnek érzed magad, és annyira kárhoztatás alatt vagy. Ez része az elhalásnak, de amikor ez eltűnik, amikor már nem hajtogatod, hogy áldj meg, bocsáss meg, igazából akkor kezdesz csak imádkozni. Tudjátok, amikor igazán elkezdtek imádkozni, akkor már tudjátok, hogy meghaltatok, mert a test nem tud imádkozni.
És ennél az oltárnál Isten a szívünk izsákjával foglalkozik. Tudjátok, miért mondta Isten Ábrahámnak, hogy adja vissza Izsákot? Mert Isten a szívét akarta. Mert a szíve Istené volt, és Isten azt mondta neki, Ábrahám, a szíved az enyém volt, de most Izsákot, a gyermekedet próbálod oda helyezni a szívedben. Tudjátok, Izsák kezdett annyira különlegessé válni Ábrahám számára, hogy már-már arra a helyre tette őt, ami csak is Istené volt, és Isten azt mondta neki, nem, még Izsák sem foglalhatja el a szívedben azt a helyet, ami az enyém. És ha megengeded valamilyen Izsáknak, hogy osztozkodni próbáljon Istennel a szíveden, akkor ő azt mondja neked, nem, áldozd fel őt az oltáron. Mindennek meg kell halnia. Mit mondott Jézus? Azt mondta, ha nem gyűlölsz minden mást, és nem szeretsz engem, nem vagy méltó hozzám. Ha nem gyűlölöd meg apádat, anyádat, gyermekeidet, férjedet, feleségedet, férfi és nőtestvéreidet, és nem szeretsz jobban, mint bárki mást, nem vagy méltó hozzám. Az Úr nem azt kérte tőlünk, hogy bárkit is gyűlöljünk, hanem azt kérte, hogy mindenki másnál jobban szeressük őt. Ő az első és az utolsó a szívünkben, és az ő szeretetéhez képest minden más gyűlölet. Ha nem szeretjük őt, mindenki másnál jobban nem vagyunk méltók hozzá. Igen, szeretjük a szüleinket és szeretjük a gyermekeinket. Ő megparancsolta nekünk, hogy szeressük egymást, de nem úgy, hogy jobban szeressük őket, mint ahogyan őt szeretjük. Mindig övé az első hely. Tudjátok, ez a halál után lesz így. Mihelyt minden más számára meghaltál, ő kerül az első helyre. Ő nem osztozik az izsákokkal. A testnek meg kell halnia ennél az oltárnál, az áldozati oltárnál. Ezt jelenti a halál. De tudod, ahol a halál van, ott megtalálod a vért, amely megtisztít és tisztán tart téged. Tehát miután Jézust uraddá és megváltóddá fogadtad a kapunál, ott találod magad a halál és a vér helyén. Amikor minden porcikád alárendelődik, akkor jön ő. Akkor ő lesz az első, és akkor és csak akkor mehetsz tovább az oltártól a mosdómedencéhez. A mosdómedence jelképezi az élő Isten igéjét. Az igét, amely felhatalmaz és megújít bennünket, amely magával, a mindenható Istennek jelenlétével tölt el bennünket. Igen, sok mindent lehet mondani erről a mosdómedencéről, de először is hadd mondjam azt, ha a hívő még nem lépett át a kapun, pedig már találkozott Jézussal, mint Úrral és Megváltóval, megtapasztalta a szeretetét és kegyelmét, de még nem feszítette meg a testet, a test megfeszítése nélkül nem ismerheti meg az igereit. Jézus azt mondta a János 13-ban, a 10. versben, figyeljetek, mondá néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Mit is mondott itt tulajdonképpen? Amikor tovább haladsz az áldozati oltártól, már tiszta vagy. Már csak annyit kell tenned, hogy megmosod a lábadat. Miért? Tudjátok, a papok az Ószövetségben gyönyörű öltözékeket viseltek. De a parancsuk úgy szólt, hogy nem hordhatnak lábbelit. Miért? Hogy ez emlékeztesse őket arra, hogy még mindig a porhoz kötődnek. Még mindig bepiszkolódnak. Igen, a bárány vére megmosott bennünket. De mégis, mivel ezen a földön járunk, még mindig érintkezünk a világgal. És ezért az Isten igéje megtisztít bennünket minden áldott nap. Megmos bennünket minden nap. Az Ószövetségben a papoknak a kezüket és a lábukat kellett megmosniuk ennek a medencének a vizével. A kéz a cselekedeteket jelképezi, a láb pedig a járást, az életmódot.
Ma már nem kell megmosnunk a kezünket, mert nem cselekedetekből élünk. De a lábunkat meg kell mosnunk, hogy tisztán járhassunk, minthogy az minden nap a földdel érintkezik. Minden nap kapcsolatban állunk a körülöttünk levő dolgokkal. Az ószövetségi szenteknek meg kellett mosniuk a kezüket is, mert a törvény cselekedete alatt éltek. De ma már, amikor eljött a kegyelem, a törvény cselekvésére már nincs szükség. De továbbra is tisztán kell járnunk. Már most Isten azt mondta Mózesnek, hogy ennek a medencének asszonyok tükreiből kell készülnie. Ez egy rézmedence volt, amit tükörként is lehetett használni. Miért? Mert amikor beletekintesz az élő Isten igéjébe, az ige feltárja, hogy te ki is vagy valójában. Tudod, amikor átmentél a kapun és befogadtad Jézust, mint uradat, akkor eljutsz az áldozati oltárhoz, amelyről láttuk, hogy ott tapasztalod meg a test halálát, ahol a vérontás történik. És a vér megmos és megtisztít. Csak utána mehetsz tovább ehhez a medencéhez, és tapasztalhatod meg Isten igéjének erejét, és meríthatod alá magad benne és az életedet. De emlékezz rá, ahogy már mondtam, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem Istenhez. Ez a vágyódás az Isten jelenlétébe, az ő fenséges erejének és jelenlétének vizéhez. Mi ez? Az élő Isten igéje. Nem tapasztalhatod meg az ő igéjének erejét, amíg előbb meg nem halsz. De most akarja, hogy ehhez a medencéhez jöjj, az igéhez. Amikor olvasod, szó szerint, mint egy tükörben kezded meglátni, hogy te ki vagy Krisztus Jézusban. Kezded meglátni, amit értette. Kezded megérteni Isten igéjét. És mihelyt az ige kitölti az életedet, és az ige hatással lesz az életedre, valami történni fog a bensődben. Most következik az igazság. Figyeltek? Most jön az igazság. Az igazság következik. És az életedet betöltő igazság következtében képessé válsz arra, hogy tovább lépj a mosdómedencétől, és belépj a szent helyre. Amikor most ezt az ajtót látod, a szent hely ajtaját, ezt nem csak bejáratnak nevezték, hanem úgy is nevezték, az igazság. A zsidók úgy ismerték ezt a helyet, mint ahol kijelentetett az igazság. Ha ebben a sátorban kijelentetett igazság volt, akkor Jézus ezt mondja: én vagyok az út, a kapu. Én vagyok az igazság, az ajtó. De hogyan jutunk el ehhez az igazsághoz? Az élő Isten igéjén keresztül. Tehát ne felejtsd el, a kapu, az út Jézus. Az üdvösség elvezet a vér erejéhez, ahol teljes tisztulás vár ránk. Azután meghalunk magunknak és a testnek. És ez lehetővé teszi számunkra, hogy tovább lépjünk a mosdómedencéhez, és megtapasztaljuk az élő Isten igéjében levő erőt. És most, amikor a szívünk megtelik igazsággal, az Isten igéje szó szerint az utunk világossága lesz. Kívánatosabb ez a sok szín aranynál, és édesebb a szín méznél. Isten igéje szerint az Úr törvénye tökéletes. Megeleveníti a szívet, valami történik a lelkünkben, amikor az Isten igéje belép. A lelkünk megelevenedik, és az ima most már valami élettel teli dolog lesz számunkra. Látjátok, mi történt? Az áldozati oltárnál még küzdelem volt, de aztán jött a halál, és abban a pillanatban a bűntudat elhagyott. És most valami történt a bensőnkben. Az ima élő valósággá, részünké válik, és most már, amikor imádkozol, az élő Isten igéje szerint imádkozol. Emlékezz csak, mi is az ima? Az ima először is megvallás. Megvallod, hogy kicsoda Isten, az ő dicsőségét és erejét. Emlékezz csak, hogyan imádkozott Péter apostol az apostolok cselekedeteiben. Uram, a te igét kijelenti, te vagy az Isten. És amikor Mózes belépett az Isten jelenlétébe, a 2 Mózes 32-ben ezt mondta: te megmondtad Ábrahámnak. Amikor te és én igazán elkezdünk imádkozni, akkor először mindig magát az igét használjuk a mindenható Istennek a jelenlétében.
Szó szerint az élő Istennek a beszéde az, ami bennünket imádkozásra késztet. Elkezdünk imádkozni az igével, és az ige megelevenedik az imánkban. Azt fogod mondani, Uram, Te azt mondtad, Uram, Te mondtad, Uram, Te mondtad. Már nem ismételgeted magadat az imában, hanem az élő ige lesz a bensődben, ami kibugyog belőled, és felhatol egész a mennyei trónig. Ó, ez dicsőséges! És most Isten igéje nem csak betölti, és megváltoztatja a szívedet, és átformálja a lelkedet. Az ima nem csak megvallás, hanem esedezés is, amikor feltárod a kéréseidet. Az ima egyben az imádásra is szolgál. Amikor időt töltesz azzal, hogy szereted, imádod az Urat, rajongsz érte. Az imádkozás nem csak imádás, hanem intim közösség és egység az Úrral. Az ima közben járás, amikor másokat képviselünk. Az ima hálaadás is. És végül dicsőítés. Igen, az ima nem csak abból áll, hogy hívjuk Istent, hanem az ő ígéreteinek eleven része is. Szó szerint azt mondod Istennek, Te mondtad, Uram, és most, mihelyt ez megvalósul benned az ige miatt, mihelyt megszületik benned az igazság, átformálva a lelkedet, és szó szerint megváltoztad belül, életet hozva a bensődben. Most a kapu, amely Jézusról, mint megváltóról és Úrról beszél. A megbékélés üzenetét is magában hordja. Te és én megbékéltünk a mindenható Istennel. Az áldozati oltár, amely, mint mondtam, a halálról szól. Arról, hogy megfeszítjük a testet a kereszten. Ugyanakkor a megváltásról is szól, mert ebben áll a megváltás ereje. Ez a medence, amely az élő Isten igéjét jelképezi, ugyanakkor a megszentelődést is jelenti. Mert amikor az Isten igéje belép a szívünkbe, meg is szentel bennünket. Most, amikor belépünk az ajtón a szent helyre, elénk tárul a gyertyatartó, amely a megvilágosodásról szól, a kijelentésről. Azután ott a kenyerek asztala, amely a megelégedést jelképezi. Azután az illatoltár, pedig a felmagasztalást, ahol Isten felmagasztaltatik. Azon túl pedig ott a szentek szentje, ahol a szövetség ládája áll. Ez a dicsőítést jelenti ki, ahol Isten megdicsőül. A Biblia sok mindent elmond az egyház hivatalairól. Az öt fő szolgálatról az egyházban. Ez az, amit ezek az oszlopok jelképeznek. Olvassuk most el az Efézus 4:11-et. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Miért? A szentek tökéletes bítése céljából, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Isten azt mondta Mózesnek, hogy az ajtót öt oszlopnak kell tartania. Ez az öt szolgálat. Öt hivatal. Az apostol. A próféta. Az evangélista, a pásztor, a tanító. Ez az öt szolgálat igazságnak nevezteti. Ezek vezetnek igazságra bennünket. Ki az apostol? Ő olyan, mint a hüvelykujjam, amellyel az összes ujjamat elérem. Az apostol minden más szolgálatot elvégezhet. A prófétáit, az evangélistáit, a pásztorokét és a tanítóét. Mindegyiket érinti. Ki a próféta? Olyan, mint a mutatója. Rámutat valakire, és ezt mondja az Úr. Az evangélistának a középső ujj felel meg, amely hosszabb mindegyiknél, mert ez ér el a legmesszebbre. Az egész világot eléri. Dicsőség az Úrnak. A pásztor a legszelidebb ujj, és a tanító a kis ujj, amely olyan területekre is be tud nyúlni, ahová többi nem fér be, és kihozza onnan az igazságot. És ez az öt új egy kezet alkot, az élő Istennek a kezét.
És amint ez az öt szolgálati hivatal összeilleszkedik, hogy az igazságot tanítsa nekünk, nézd meg, mi történik. 14. vers, 7 eredmény, hogy többé ne legyünk gyermekek, más szóval, hogy érettekké váljunk. Másodszor, kiket ide, s tova hány a hab. Szilárdakká válunk. Harmadszor, és hajt a tanításnak akármi szele az embereknek álnoksága által. Más szóval, gyökeret verünk a földünkben. Nem sodor el bennünket bármi, amit hallunk. Azt mondja, a téveg és ravasságához való csalárdság által negyedszer az öt hivatal elvezet bennünket a megcsalattatástól való szabadságra. Ötször, hanem az igazságot követvén szeretetben. Képesek leszünk igazságot szólni szeretetben az öt szolgálat következtében. Hatodszor, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Folyamatos növekedés, a hatodik eredménye. És hetedszer, legvégül, Efézus 4.16, akiből az egész test szép renddel egyberakatván, és egybe szerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. A hetedik, harmónia és egység. Ez tehát az öt szolgálat hét eredménye. Első, érettekké válunk. Másodszor, szilárdakká válunk. Harmadszor, gyökeret verünk a földben. Negyedszer, megcsalattatástól való szabadság. Ötödször, képesek leszünk igazságot szólni szeretetben. Hatodszor, folyamatos növekedés. És hetedszer, harmónia és egység. Isten azt mondta Mózesnek, azt akarom, hogy öt oszlop tartsa az igazság ajtaját. Az öt fő szolgálat az egyházban. Most lépjünk be ezen az ajtón, és lássuk, mi van belül. Imádkozom, hogy kijelentést kapjatok. És mihelyt megtapasztalod az élő Isten igéjét, az megváltoztatja az életedet és a szívedet, és belépsz a szent helyre, a dicsőítés helyére. Isten, én Istenem vagy Te. Jó reggel kereslek Téged. Téged szomnyúhoz lelkem. Téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize, hogy láthassalak Téged a szent helyen, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a Te kegyelmed jobb az életnél. Az én ajkaim hadd dicsérjenek Téged, áldanálak ezért életem fogytáig. A Te nevedben emelném fel kezeimet. A dicsőítés helye, a szent hely. Az a hely, ahol a lélek megelégszik. Az a hely, ahol többé nem vagy szomjas. E jelenlét után sóvárogtál. Erre a megelégedésre. És most az élő Isten igéje elhozott téged ide, és megelégedtél. És dicséret tör fel a lényed legmélyéről. Végre itt a valóság. Az élet megérintett. És az ige miatt most megvilágosodtál a menóránál. A kijelentés most már a tiéd. Az ige kijelentést termett. Az aranygyertya tartó a kijelentés üzenetét hordozza. Az élő Isten igéjének következménye ez.
az olaj, amely világít benned, a Szent Szellem kenete, amely ezt a kijelentést hozta. Ó, milyen csodálatos Isten hangját hallani! Milyen csodálatos, amikor az ő igéje életté válik számodra! Jézus azt mondta, az én beszédeim szellem és élet. Többé nem valami távoli dolog ez a beszéd. Most az ige elkezd megvilágosítani. Isten szól hozzád személyesen, szemtől szembe, szívtől szívhez. És a kijelentés következtében valami történik. A kijelentés mindig valami csodálatosat terem. Megelégedést. Igen, megelégedést. A kenyerek asztala a megelégedésről beszél. A lelkem megnyugodott. Megelégedett. Már nem éhezem, Uram. Itt ő az élet kenyere. Emlékezz vissza. Jézus azt is mondta a Máté evangéliumában, hogy az ige miatt üldöztetés következik. Mózes azt a parancsot kapta, hogy ezeket a kenyereket hintse meg tömjénnel, és meghintette tömjénnel. A tömjénnek nagyon édes illata van, de az íze rendkívül keserű. Miért? Mert Jézus mondta ezt. Figyelj, kérlek! Az 1 Péter 4.14-ben ezt olvassuk. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek szelleme. Én örömmel szenvedem el az üldöztetést. Miért? Mert azt akarom, hogy Isten szelleme az életemen nyugodjon. A Biblia szerint ő megnyugszik azokon, akik üldöztetést szenvednek. Jézus azt mondta, a Szent Szellem veletek marad, bennetek marad. De az apostolok cselekedetei 1.8-ban azt is mondja, eljő reátok. Érted, miről van szó? Addig nem száll le rád, amíg nem szenvedtél üldöztetést. Az apostolokat üldözték, de eljött pünkösd, és én örömmel megfizetem az árat. Boldogan kifizetem az árat, hogy úgy ismerjem őt, mint aki rajtam marad egész életemben. A Biblia szerint a kenyerek asztala a megelégedésről szól, de a kenyereket megszórták tömjénnel. Csodálatos illata van. Igen. Amikor az emberek kapcsolatba kerülnek olyanokkal, akik megelégedtek, ott van az a csodálatos aroma, Krisztus, jó illata bennünk. De üldöztetés is vár ránk, ha ettünk a kenyérből. Megelégedsz a kenyérből, azután jön az üldözés. De éppen ennek az üldöztetésnek a következtében fogod dicsérni a felséges Urat, és aztán, mielőtt belépnél a Szentek Szentjébe, ott van az illatoltár. Ez az imádás helye. De tudod, a gyertyatartó világossága vezet el a megelégedésig. A kenyerek asztaláig, ami üldöztetést fog kiváltani a megelégedés miatt. És ez egy csodálatos és dicsőséges helyre vezet el téged. Az imádat helyére. És csak, amikor elkezded imádni az Urat, csak utána léphetsz be a Szentek Szentjébe, ahol ő lakozik. Isten megparancsolta Mózesnek, hogy azon a füstölő oltáron szüntelenül égetni kell az illatszert. Ez az imádás, amely felszáll elébe,
imádjátok az Urat szent ékességgel, rettegjen előtte az egész föld. Ahogyan a 96. Zsoltár 9. verse mondja. Az imádás annak az eredménye, hogy megelégettünk. Beteltünk Jézus Krisztussal, az igazi kenyérrel. És mihelyt megelégettél, ha megízlelted őt, akkor imádni fogod őt az ő szentségének ékességében. És amikor ez megtörténik, készen állsz arra, hogy belépj a szentek szentjébe. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Ez az a hely, ahol az Úr jelenléte lakozik. Az ő lakóhelye a felséges Isten rejtek helye, és ő azt ígéri, hogy itt ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz. És azután így folytatja, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Ez az a hely, ahol szavakkal már semmit sem fejezhetünk ki. És Ézsaiás 26:9 szerint szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben téged keresett. Itt, a szentek szentjében egyesülünk vele. Itt kezdődik az egyesülés. Intimitás kezdődik. Itt a szavak már üresek a szentek szentjében. Isten igéje ezt mondja. A szellememmel téged kereslek. Azért imádkozom, hogy a Szent Szellem teremtsen éhséget benned az ő jelenlétének keresésére, és arra, hogy megízleld az ő dicsőségét, és arra, hogy szó szerint bezárkózhass Isteni jelenlétébe. Ezen a helyen érted meg a szavakat, csendesedjetek, és ismerjétek meg, hogy én vagyok az Úr. Azért imádkozom, hogy eljuss erre a megtapasztalásra minden nap. A kapunál megbékéltettünk. Az áldozati oltárnál megváltást nyertünk. A medencénél megszentelődtünk. A gyertyatartónál megvilágosodtunk. A kenyerek asztalánál megelégettünk. Az illatoltárnál felmagasztaltuk őt. És most a szentek szentjében megérintjük őt. És amikor megérintjük őt, akkor és csak akkor fogjuk megtapasztalni a 42. Zsoltár 8. versének igazságát. Örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára. Minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem.
itt éljük át, hogy örvény örvényt hív elő. És ha ez megtörténik, ha megérintjük őt, az ige azt mondja, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Valóságosan beburkol, körülvesz bennünket a jelenlétével. Call it unto thee.